Köszöntöm a megyei tükörnézőit. A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléklappá nyilvánította május 6-át, a Redemció emléknapját. Az eseményhez kapcsolódva idén új Jászkun főkapitányt is választottak. Műsorunkban számba vesszük a kapcsolódó eseményeket, ám mindenek előtt a legutóbbi megyei közgyűlés munkájáról számolunk be. Nem sokára az Agyvárt is felfedezhetik maguknak a turisták. A pályázati forrásból megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés is a kiemelt megyei programok sorát gazdagítja. A projekt lebonyolításáért felelős Jász-Nagykun Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Éves jelentését is meghallgatták a képviselők a megyei közgyűlés április 12-i ülésén. Eredményes esztendőt zárt a Jász-Nagykun Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft., mint a térség topos és önkormányzati projektjeinek menedzselését végző szervezet. A megyei közgyűlés tagjai készhez kapták és elfogadták a Kft. Éves beszámolóját, melyben több Szolnokot közvetve érintő beruházás is nevesítve van. A Jász-Nagykun Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség 2016 nyara óta 100%-ban a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat tulajdonában lévő közféra szervezet, ezáltal jogszabályba foglaltak szerint is ügynökségünk az bármilyen topos vagy önkormányzatos projektnek a projektmenedzsment feladataira alkalmas cégként minősíthető. Így kapcsolódunk a megyei önkormányzat feladataihoz, napi szintű kapcsolatban vagyunk velük. 2018-at értékelve mit mondhatunk el, mi volt az ászlóshajó a projektek tekintetében, illetve miket érdemes megemlíteni? 2018 évi beszámolónkban is látszik, hogy az ügynökség 114 topos projektnek a projektmenedzsment feladatainak az ellátásában vesz részt. Ez nagyjából egyharmadát képezi az összes Szolnok megyében megvalósuló topos projektnek, és elmondható, hogy a 114 projektből 30-35 a tavalyiben meg is tudott valósulni. Ebben energetikai korszerűsítések, óvoda-bölcsődei férőhely bővítéshez kapcsolódó projektek egyaránt benne voltak, viszont a többi projekt az jelenleg kivitelezés alatt van, várhatóan az idei év szeptemberében megvalósításra kerülnek. A nagyobb projektek, 4-500 millió forintos projektek, turisztikai jellegű projektek, nagy kerékpárút fejlesztésére nyúló projektek 2020-ra is át fognak húzódni, ami további feladatot fog nekünk biztosítani. A Szolnok megyei városnak is van saját topos forrása, a Szolnok megyei város közigazgatási határain belülre értendő, nagyjából 25-28 projekt, ezt ők koordinálják. A mi projektjeink az Szolnok megyei város határain, közigazgatási határain kívül, a többi 78 település, 77 településre vonatkozik. Ezek közül én úgy gondolom, ugyanúgy egy iparterület fejlesztés is meghatározó, mint mondjuk egy bölcsődei férőhelyen való bővítés egy településen, ami a fiatalok helyben tartását ugyanúgy elősegíti, mint a településnek a jövőjét. Fontosnak ítélem meg a szociális konyha fejlesztése irányuló projekteket kisebb településeken, hiszen annak a településnek, akinek saját konyhája van, ez hosszú távon meghatározó lehet a településnek a fenntartható működtetése tekintetében. Fontosnak tartom a turisztikai projektek megvalósulását, ami egyéb kikapcsolódásra alkalmat adó programokat is megvalósít. Itt a Zagyva vonalában több ökoturisztikai projekt is megvalósul, a Tiszató térségében pedig több szabadstrand és egyéb attrakciófejlesztésre vonatkozó projekt is sikerrel megvalósul. Bízom benne, hogy ezeknek a működtetése is sikerrel fog tudni működni a továbbiakban. Jászkísér használhatja fel az idei megyebál tiszta bevételét és a befolyt adományok összegét a 25. Jász világtalálkozó szervezésére. Az összeget igazoló csekket Piroska Miklós a megyei közgyűlés elnöke adta át Lukácsi Györgynek, Jászkísér város polgármesterének. A közel 900 ezer forint örömteli pluszbevétel a szervezőknek. Idén februárban a 27. megyebálon a térségi közéletben meghatározó politikai, gazdasági, kulturális és közigazgatási vezetők találkoztak. Az esemény bevételét idén is jótékony célra szánták, így akkor eldőlt, hogy a Jászkíséri Jászvilág találkozó szervezését és lebonyolítását segíti majd a tiszta bevétel, aminek összegét akkor még nem lehetett tudni, egészen a mai napig. Az adomány levélen látható, hogy az összegyűlt 900 ezer forint idén is méltó helyre került azzal, hogy a megye identitás növelő gondolkodásában találta meg a helyét, mondta bevezetőjében Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke. Az idei esztendőben azt a célt fogalmaztuk meg, hogy abból adódóan, hogy a Jászvilág találkozó díszvendégek Karcagváros önkormányzata lesz, ez egy rendkívül jó üzenet, és a Jász és Kun összetartást szemlélteti és jelképezi. Ebből adódóan fogalmazódott meg végül az a cél,
hogy mint megyei cél most kivételesen egy JASZ identitást, azonban áttétesen Karcagon keresztül egy megyei identitást erősítő rendezvényt támogassunk ezen összegből. Szerdán délelőtt Borbás Ferenc regnáló JASZ-kun főkapitány jelenlétében történt meg a támogatás átadása, mely ebben a formában valódi és szimbolikus is volt. A főkapitány az egyik élharcosa a korai JASZ-kun identitás megerősítésének már az oktatási intézményekben, mely egybecseng a támogatott megyei identitásnövelő programokkal. Ráadásul idén a Kunváros Karcag lesz JASZ-kísér díszvendége, ami ismét megerősítheti a JASZ-ok és a kunok összetartását. Ez most tényleg egy újdonság, hogy a JASZ világtalálkozó vendége Karcag, és Karcag városa ugye az egyik relevánsabb kun város ma is, és azt gondolom, hogy mindenképp megerősíti egyszer a barátságunkat, de ugyanakkor a közös erőnket is. A közel 900 ezer forint örömteli plusz bevétel a szervezőknek, habár a 70%-os felkészültség mellett a legtöbb és legfontosabb programelemek már készen állnak. Mindezt sikerült úgy, hogy a település költségvetését ne terhelje. Folyamatosan fogjuk a lakosságot, a járságot, a magyar lakosságot tájékoztatni a programjainkról. Szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, nagyon reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Én úgy gondolom, hogy olyan programokat állítottunk össze, ami kicsiktől a legidősebbekig mindenkinek elnyeri a tetszését. A június 7-től 9-ig tartó 25. JASZ világtalálkozó programjait megtalálja a JASZ Kísérváros honlapján és közösségi oldalain. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Tómék Fesztivált Tiszafüreden, mely még tavaly indult útjára, és már is a város második legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Több ezren vettek részt a programokon. Gasztronómia, agrárbemutató, koncertek és különféle játékok várták most is a kilátogatókat. Felröppentek a galambok Tiszafüreden, így hivatalosan is elindult a 4 napos Tómék színes forgataga. Idén a jó idő bearanyozta a napot. Ételstandok, italárusok és szuvenírek csábították az érdeklődőket, miközben a hatalmas mezőgazdasági gépek felvonultak a rendezvényen, bemutatva ezzel a helyi agrárium jelentőségét. Kultúra, játék, szórakozás, a színpadon zenés fellépők formálták a fesztivál hangulatot, de a különböző játékok sem maradhattak el. Mindenki megtalálta a kedvére valót. Volt egy golyó csúszdacuc, amint csúszdáztam, meg a golyóban feküdtem. Ez meg a legjobb dolog volt, amit csináltam az életemben. Ez az ugrás milyen érzés volt, amikor felugrottál szállt? Az nagyon jó érzés volt. Azt éreztem, hogy madár vagyok. Nagyon jó érezzük magunkat itt a gyerekekkel, mindig kiárunk. Nagyon jó a hangulat, zene van, minden van, kaja van, pia van. Ennél jobb nem lehet. A rendezvényt a Tiszató Fejlesztési Tanács és a Jászlókun-Szolnok megyei önkormányzat ötlete alapján indították el 2018-ban. Egyfajta hiánypótlásként a helyiek és a turisták számára. A rendezvénynek a fő célja a Tiszatavi Fejlesztési Tanács szervezésében elsődlegesen a turizmus és a megyei országos mezőgazdasági vállalkozásoknak a szereplése. Cél tulajdonképpen egy kis közösségépítő szándék mögött húzódik meg, és a valós, tényleges hasznát abban látjuk, hogy a megye és ezen belül a Tiszató térsége ismerté váljon országos szinten, és legyen lehetőség nem csak Tiszafüred számára, mint házigazda számára, hanem az összes tiszatóparti település számára arra, hogy egy kicsit bekerüljenek a vérkeringésbe, hiszen nem csak az idegenforgalom tekintetében van nagy jelentősége a Tiszatónak, hanem ha valaki rendelkezik kellő információval, az pontosan tudja, hogy a mezőgazdaság tekintetében élenjáró megye vagyunk. Jászlókun-Szolnok megye mindig híres volt a termőterületeinek a nagyságáról, és a szántóföldi művelés tekintetében is kiemelkedőek vagyunk. A Tiszató a megyénk egyik kiemelt turisztikai attrakciójává vált, bár mesterségesen került kialakításra, a természet magáévá tette ezt a térséget, és egy olyan örökség alakult ki, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, azonban az ország minden szegletében még nem ismerik a Tiszatavat, sem Tiszafüredet, mint a Tiszató fővárosát.
Számunkra azonban fontos, hogy ez megvalósuljon, és ezzel a rendezvényen is hozzá kívánunk járulni ehhez. Több zenei fesztiválunk van, de ilyen típusú rendezvény nem volt, ahol bemutathozhat egy kicsit az agrárium, a gasztronómia is, akár a népművészet, tehát tényleg többféle dolog. És úgy jött az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen Tomék elsőnek Tomék néven induló esemény, amelyen a mai évre, vagy erre az évre már a tiszatavi napokká bővült, és a szakmai konferencia, a gépkiállítás, állatsimogató, haszonállat bemutató mellett már lényegében este koncertekkel is próbáljuk itt tartani az embereket, hogy 4 napon át, aki idejön, szállást foglal, ha messziről jön, akkor tényleg tartalmasan tudjon kikapcsolódni. Tiszafüred nem csak tavasszal várja a látogatókat, mottójuk 4 éjszakra hangolva. Így számos programot kínálnak a látogatóknak egész évben. Aki a Tomék programsorozatra nem jut el, nyugodtan válogathat a város rendezvénykínálatából az év bármely időszakában. A jövő év vonatkozásában is tervezzük a Tomék megvalósítását. Reméljük, hogy az első 2 év tapasztalatait hasznosítani tudjuk, és a lehető legjobb programokat tudjuk majd kiválasztani a megszerzett saját tapasztalatok alapján. Bízom benne, hogy mind a térség, mind országos szinten a visszajelzések alapján pozitív tapasztalatokat tudhatunk majd magunkének a rendezvény végén. Debrecen lesz a díszvendége az idei Tiszatavi Fesztiválnak. A 3 napos összművészeti rendezvényt idén is számos világhírű operaénekes tiszteli megjelenlétével, de lesz családi nap, főzőverseny és természetesen kerékpár túra is. A részletekről Debrecenben számoltak be. Munkahelyi csapatépítő erőpróbából nőtte ki magát Európa hírű komoly zenei rendezvényi a Tiszatavi Fesztivál. Július utolsó hétvégén 6-szor is körbe lehet kerékpározni, csónakázni Magyarország második legnagyobb vízfelületét. Tavaly több mint 50,000-en teljesítették a 67 kilométeres túrát. 7 kilométerenként megállunk, és nem egy nagy megterhelés, tehát gyerekek is, idősebbek is meg tudják tenni ezt a kört, hiszen sok pihenővel van fűszerezve. És tulajdonképpen a vízparton várnak minket híres művészek, akiket testközelből tudunk meghallgatni. Az idei fesztivál díszvendége Debrecen városa. Debrecen számára ez egy megtisztelő kihívás, egy megtisztelő feladat, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy a régió egyik feltörekvő és igazán komoly kulturális programjáról, most már 6. alkalommal megrendezésre kerülő programjáról van szó, és Debrecen számára presztízs értékkel bír, hogy a Tiszatavi Fesztivál díszvendége lehet ebben az évben. A nemzetközi hírűvé vált fesztivál központja idén is Tiszafüred lesz. Azt a közös célt, amelyet kitűztünk és megfogalmaztunk, hogy a minőségi kultúrát összekapcsoljuk az egészséges életmóddal, hogy a belföldi és a nemzetközi közönség előtt megismertessük a gyönyörű természeti környezetet, a Tiszató páratlan élő világát, növényvilágát. Ez az elmúlt évek kemény munkájának köszönhetően már nem csak a szavak szintjén érhető tetten, hanem ez egyre inkább a gyakorlatban is valósággá vált. A fesztivál azon túl, hogy lehetőséget nyújt a tó körüli kis településeknek arra, hogy megmutassák magukat, a régió idegenforgalmára is kedvezően hat, hiszen hozzájárul az itt töltött vendégéjszakák az idegenforgalomból származó bevételek növekedéséhez. Egy turisztikai régióban vagyunk, a Tiszató, Debrecen, Hortobágy és a Hajdú-Szoboszló, ez mutatja azt, hogy ez a régió egységesen fejlődik, és számítani is kell egységesen egymásra. Ez egy nagyon jó alkalom, és meg tudjuk mutatni ennek a régiónak az erejét, ebben a régióban rejlő kulturális értékeket. Az idei kínálatban szerepel templomi hangverseny, családi nap, az elmaradhatatlan kerékpáros és hajós túra. Az a látvány, ami ott van, a Tiszatónak a turisztikai potenciája az következő évtizedekre, a klasszikus zenei élmények, természetbe helyezés, ezek mind annyira izgalmas dolgok, hogy nekem azonnal az jutott eszembe, hogy itt akár olyan távlatok is lehetnek, amit ugye például Bregenzből jól ismerünk a Zébűnéről, ami az európai zenei életnek az egyik központja opera területén. A tavalyi fesztiválon nagy sikert aratott a főzőverseny, amelyen Kodály Zoltán egyik kedvencét kellett elkészíteni. Idén a versenykonyha is nemzetközivé válik, ezúttal egy puccini kedvenc halételt kell megfőzni. Kiállítással, ünnepi hangversennyel emlékeztek meg Karcagon a kunok betelepedésének 780. évfordulójáról a Jászkun redemció ünnepén. Az emléknapon beiktatták az új Jászkun főkapitányt is Györfi Sándor személyében.
Mária Terézia 1745-ben írta alá. A jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A redemciós megemlékezés a Kunok hazája fotókiállítás megnyitójával kezdődött Karcagon. Olyan ez a kiállítás, mintha valóban a városban járna az ember, és idősebb emberekkel, régi épületekkel találkozna. Nagyon-nagyon élethű. A Kun Szövetség elnöke szerint a jász és kun hagyományok történelmünk és a mindennapjaink része. Egyetlen nép, egyetlen nemzet nem élhet gyökerek nélkül, és azokat a helyi tradíciókat, ami helyben van a Kárpát-medencében, a magyarságnak, a nagykunságban, kiskunságban és a jászságban, ezeket vinni kell tovább. A 780 éve betelepült kunok jelentős szerepet töltenek be az ország életében. A jászkun kapitány választása fontos hagyomány a térségnek. A kapitányok megjelenítik a közösségi összetartozástudatot, a tradíciót, összefogásban a társadalmi szervetekkel, civil szervetekkel, egyesületekkel. Hozzátéve azt, hogy ma is nagyon erős az önkormányzatok együttműködése, hiszen a jászkun összefogás konzorcium az szinte valamennyi jász és kun vonatkozással bíró önkormányzatot magában foglalja, az érintett megyéket is magában foglalja. Tehát egy olyan keretet ad a együttműködésnek, amely a hagyományőrzést is lehetővé teszi. Az országgyűlés 2014-ben nyilvánította emléknappá május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tevő diploma aláírásának napját. A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át a redemció emléknapját. A jászok és kunok legfőbb ünnepét Jászberényben idén is megünnepelték. A jászkunság történelmi zászlói és a jászkürt érkezésével vette kezdetét a Jászkun Redemció 274. évfordulóján rendezett központi emlékünnepség. Az előjárók és az ünnepség vendégei a Jászberényi Hagyományőrző Együttessel közösen énekelték el a himnuszt, a jászhimnuszt, és dr. Barta Júlia néprajzkutató mondta el a kun mi atyánkat. Bizingatamis kimszínköpte. A résztvevőket dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere köszöntötte házigazdaként. Hangsúlyozta, hogy az ősök által a redemcióval megteremtett és ránk hagyott szellemi örökséget kötelességünk erősíteni, továbbvinni. A polgármester bejelentette egy olyan civil szervezet megalapítását, amelyet a jászságba betelepülők hoznak létre, olyanok, akik hosszú évek munkája nyomán jásszá váltak és szeretnének tenni a közösségért. Néhányan úgy döntöttünk, hogy egy újabb egyesületet hozunk létre. Ennek az egyesületnek kifejezetten az lesz a célja, amit egyébként eddig is műveltek nagyon sokan, hogy a jászokat barátaiknak, a jászokat tisztelendő, múltú és jelenlő embereknek tartva a lehető legtöbb segítséget megadjuk neki. Köszöntötte a részvevőket Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész, aki immár Jászkun főkapitányként érkezett Jászberénybe. Kiemelte, főkapitányként folytatni szeretné azt a munkát, amit elődei már kijelöltek mindannyiunk számára. Nem kell külön programot kitalálni, mert benne van. Benne van a lelkünkbe, benne van őseinknek a szokásaiba, tudunk róla, és azt a fajta Jászkun öntudatot büszkén viseljük ma is. A jászok és kunok régi szabadságjogainak visszaváltását Mária Terézia királynő 1745. május 6-án kell diplomájában engedélyezte. Pócs János országgyűlési képviselő köszöntőjében megemlékezett arról, hogy a redemció emléknapjáról 2014-ben ellenszavazat nélkül egyhangúan határozott a Magyar Országgyűlés. Hozzátette, az önrendelkezés, az ítélkezés jogának megőrzése korunkban is érvényes és megszívlelendő üzenet. A megemlékezés idén egyaránt szólt a 274 évvel ezelőtti önmegváltásról, valamint a jászok és a kunok Kárpát-medencei betelepülésének 780. évfordulójáról. Dr. Barta Júlia néprajzkutató foglalta össze a jászok és a kunok hazánk történelmében betöltött szerepét. Mindig jelentős haderőt képeztek a magyar királyseregében, ezért aztán kollektív nemességet kaptak, autonómiában élhettek, és ez az, ami igazán összekovácsolta őket. Az autonómiát hangsúlyoznám, és ezzel együtt, ami igazán megtestesítette a rendelkezés szabadságát, mert ez az, ami felszabadítja az embert. A Jászkun kapitányok tanácsa 2014-ben alapította a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat.
Minden alkalommal a JASZ, a Kiskun és a Nagykun kerületekből egy-egy arra érdemes személy veheti át az emlékplakettet. A Kiskun kapitányok idén Patkós Zsoltot, Szank község polgármesterét választották. A település lakói egy Kiskun emlékhelyet hoztak létre. Azért dolgozik egy polgármester, azért dolgozik Szankon is egy polgármester, hogy a közösségét meg tudja tartani. Perspektívát és jövőt adjon a településének. És abban az esetben, hogyha ez a Kiskunság hagyományőrzésével egybefügg, összekapcsolódik, akkor én azt gondolom, hogy egy picit kitekint a település környezetéből, és most mi ezt tettük. Nagyon merészen azt vállaltuk, hogy 32 Kiskun település közös emlékhelyét hozzuk létre Szankon. A Nagykun kapitányok a kisúszállási Nagykun tánc együttes munkáját ítélték elismerésre méltónak. Az együttes nevében Herceg Katalin művészeti vezető vette át a díjat. Zászlót viszünk, zászlót tartunk ott a Nagykunságban, mint Nagykun tánc együttes. Ezt a zászlót szeretnénk továbbra is vinni, ápolni szokásainkat, hagyományokat, bár én ezt a szót nem szeretem, mi megéljük. Tehát mi ezt éljük, ebben élünk, kunokként, reformátusokként, és azt gondolom, hogy maximálisan büszkén adjuk tovább, és tanítjuk vissza a fiatalabb generációknak is azt, amit tudunk. A JASZ kapitányok a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, Szűsné Urbán Máriát díjazták. A hagyományőrzését, amelyben élek, amely egy életszemlélet, egy életforma is tulajdonképpen, a hagyományoknak az ápolása, ezt a továbbadása, tovább örökítése, a mai változó világunkban gyerekeknek megmutatni azt, hogy a hagyomány hogyan tud tovább élni a mai világunkban. Én azt gondolom, ez egy nagy kihívás, és egy nagyon szép feladat, amit igyekszem én személy szerint, és a munkatársaimmal közösen igyekszünk megvalósítani. A Jászkó Redemció emlékünnepségét követően kezdődött a gálaműsor. Ebben az évben a Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Jártató Tánc Együttes közösen mutatta be a Szabadság Ára című előadását. Majd a díjazott Nagykun Tánc Együttes bemutatója következett. A kisújszállási együttes tagjai megmutatták, hogy nem hiába vehették át a hagyományőrzését számukra megítélt díjat. A frissen beiktatott és a leköszönő Jászkun főkapitányt köszöntötte május 14-én a megyei közgyűlés elnöke. Piroska Miklós kiemelte, a rendszerváltás óta ismét erősödik a megyében élők identitás tudata, amiben nagy szerepet játszik a mindenkori Jászkun főkapitány, mint a múltból hozott értékek őre. A Jászkun induló jól ismert dallamára vonult be az elnöki irodába a leköszönő és a frissen beiktatott Jászkun főkapitány. Személyükben fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke, megtestesül mindaz az érték, amin a régiót alkotó két meghatározó egykori népcsoport identitása alapszik. Nagyon fontos, hogy olyan emberek látják és látták el ezeket a feladatokat, akik nem csak hogy méltók voltak a feladatra, hanem kellő komolysággal, és nagyon-nagyon komoly, olyan jellegű hozzáállással tanúsították a tevékenységük során az identitás és a múltunk tisztelete iránti tapasztalatukat és ismeretüket, nagyon komoly történelmi tudásukat, amely méltóságot jelentett minden ilyen ünnepünk számára. Elsőként a Borbás Ferenc leköszönt Jászkun főkapitánynak intézett elnöki köszönetnyilvánítást magában foglaló oklevelet olvasták föl, majd adták át. Tisztelettel köszönöm, és örülök, hogy ezt a megbecsülést átvehetem nem csak én, hanem a kapitánytársaim nevében. A május 6-án beiktatott új Jászkun főkapitány Györfi Sándor ugyancsak oklevelet vehetett át. Annak külön örülök, hogy most a főkapitányt nem a nádor választja, hanem a közösség, a Jász és a Kun közösség. A leköszönt Jászkun főkapitányt a Jászság, míg a frissen kinevezettet a Nagykunság ezen belül is karcagatta. A tisztség ugyan nem jár döntési jogosultsággal, fontos társadalmi presztízst jelent, főleg annak tudatában, hogy a rendszerváltás óta eltelt évek során egyre erősödik a megyében élők identitás tudata, fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke. Kedves nézőink, ennyi fért a Megyei Tükör mai adásába. Friss hírekért továbbra is klikkeljenek a Megyei Önkormányzat Facebook oldalára. Mára valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!